A motiváció öt fajtája. Célmotiváció A motiváció első vagy legmagasabb formája a célmotiváció. Nevezhetjük ezt küldetés vagy kötelesség motivációnak is. Ahogy a név is sugalja, ilyenkor egy magasabb elhívás inspirál, céltudatosság, amely egy vízió felé hajt, egy olyan vízió felé, amely nagyobb, mint te önmagad. Ha céltudatos vagy, akkor elkötelezed magad mások szolgálatára, vagy a világ megváltoztatására. Ez az, amikor olyan hivatásod van, amely többet akar kihozni az egészből. A lehető legtöbb emberre szeretne hatni, és ez teszi a célmotivációt a motiváció legönzetlenebb formájává. Mások szolgálata pattint ki reggelente az ágyból. Azt hiszem, egyesek küzdhetnek azzal, hogy mit jelent egy magasabb cél elérése, mert úgy gondolják, hogy ez valami grandiózusat vagy elérhetetlent jelent. Mindannyian tudunk idézni a történelemből olyanokat, akiket egyértelműen a világról alkotott nagyszerű vízió motivált. Képzeld csak el a legnagyobb újítókat, filozófusokat, az aktivistákat, és olyan embereket képzelsz el, akiket egy küldetés motivált. Ez azonban nem jelenti azt, hogy globális szinten kell működnie. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy látod egy jobb világ lehetőségét, és ez motivál. Amikor egy küldetést vagy célt szolgálsz, elkötelezed magad amellett, hogy jobbá tedd a világot és ez megtörténhet a világod, a családod léptékében, a vállalati kultúrában, a közösségeidben. Személyes meggyőződés motiváció Rögtön a cél vagy kötelesség motivációja alatt van a személyes meggyőződés motivációja. Ilyenkor azt mondod, meg fogom csinálni, mert azt mondtam, hogy meg fogom csinálni. Amikor személyes meggyőződés alapján működsz, azt hívjuk önindítónak. Fegyelmezett és vállalkozó szellemű vagy az erőfeszítéseidben. A személyes meggyőződés motivációja is a motiváció egyik magas formája, de nem a legmagasabb. Lehetséges, hogy személyes meggyőződés vagy fegyelem motivál vagy vezérel, de egy magasabb cél értelme nélkül. Azonban logikus, hogy az emberek, akiknek célmotivációjuk van, Eredendően személyes meggyőződésük is van. Elveik összhangban vannak a céljukkal, mert minden nap van okuk felkelni. Más szóval, amikor küldetésed van, egy látomás, egy cél, természetesen személyes meggyőződésed is van. Ésszerű motiváció. A motiváció következő formája az etikai motiváció, vagy az erkölcs alapú motiváció. Ahogy a lista felénél elfoglalt pozíciójából sejthető, ez nem a legmagasabb és nem is a legalacsonyabb motivációs forma. Ez az út közepe. Röviden, az észszerű motiváció a polaritáson alapul, jó vagy rossz, siker vagy kudarc, bűn vagy bűnbánat. Számos modell és doktrína alapul ezen a világszemléleten. A motiváció rövidlátó formája lehet, mivel minden, ami polarizál bennünket, magában foglal egyfajta ítélkezést, amely beszűkíti látásmódunkat és befolyásunkat. Tehát, bár lehet, hogy erős etikai érzék vezérel minket, előfordulhat, hogy hiányzik a személyes meggyőződés vagy a magasabb cél. Kutatásainkból azonban tudjuk, hogy a céltudatos és személyesen eltökélt emberek erkölcsi és morális érzékkel is rendelkeznek. Amikor valami nagyobb vezérel bennünket, mint amilyenek vagyunk, akkor ez a szempont a helyére kerül. Öndicséret motiváció. A következő típusú motivációt önfelmagasztalásnak vagy egóközpontú motivációnak nevezik. Ez elég egyértelmű. Ha az elismerés, a státusz vagy a népszerűség vezérel, akkor az öndicséret motivál. Most arra rájöttél, hogy itt hierarchia működik. Ahogy haladunk lejjebb a listán, 1-től 5-ig, a látómező szűkül, és a motiváció formája egyre inkább énközpontúvá válik. Mint tudjuk, ez nem túl magas motivációs forma és a szerkezetén belül elért nyereség általában nem is tartós az elégedettség és a hatás szempontjából. És mégis, azok az emberek, akiknek van céltudatos motivációja, személyes meggyőződésük és erős az etikai érzékük, természetesen általában elismerésben részesülnek. Tekintheted ezt a motiváció magasabb formáinak nem szándékos mellékhatásaként. Pénzmotiváció. Valószínűleg ez szorul a legkevesebb magyarázatra. A pénzmotiváció a legalacsonyabb és leginkább önző motivációs forma. Azok az emberek, akiket kizárólag az anyagi haszon motivál, mindig a saját szükségleteikről gondoskodnak először. Kétségtelenül találkoztál már valakivel, akit motivál a pénz. És ezt valószínűleg a találkozás első pillanataiban már tudtad is. Ebben a munkában rengeteg ember dolgozik a bőség megteremtésén. És ha ez az egyik célod, azzal nincs semmi baj. Amiről beszélek, az az, ami inspirál. Milyen elvek vezérlik a gondolataidat, érzéseidet és viselkedésedet? Felmerül a kérdés, miért törekszel a bőségre? És ahogy a fent leírt minta a motiváció más formáinál is megmutatja: ha csak a pénz motivál, gazdagságot teremthetsz, de az életednek valószínűleg ezen túlmenően hiányzik a mélyebb értelme. Ezzel szemben tudjuk, hogy ha erős a céltudatod, mély személyes meggyőződésed, erős erkölcsi érzéked van, és ha elértél némi elismerést, akkor azt természetesen követi a pénz nézeteid kiszélesítése. A gyakorlás minden más aspektusához hasonlóan az ötféle motiváció megértésének lehetősége növeli az öntudatot, így megalapozott döntéseket hozhatsz, és vállalhatsz kötelezettségeket a gyakorlásban. Ez nem az ítélkezésről vagy a szégyenről szól. Nem mindegy, hogy a hierarchián belül hol helyezed el saját jelenlegi motivációs szintedet. Fontos, hogy tudatosítsd a tudattalant, így eldöntheted, ki akarsz lenni. Amit újra és újra láttam, olyan emberekről van szó, akik elhatározták, hogy nagy gazdagságot teremtenek, vagy vezérelheti őket a hírnév és a státusz utáni vágy, vagy az, ami igazán meghatározó erkölcsi érzésnek tűnik, és valójában elérhetik a kitűzött célokat ezen értékeken belül. De ami elkerülhetetlenül megtörténik, ha egyszer megkapják a gazdagságot, a hírnevet, vagy a visszaigazolást, az az, hogy az üresség érzésével szembesülnek. Rájönnek, hogy szeretnének részesei lenni valami nagyobbnak. Különben minek ez az egész? És ez egy nagyszerű pillanat, mert ez azt jelenti, hogy készek kiszélesíteni a világról alkotott képüket, és többet tenni másokért. Már fejből tudod. Végül megosztok veled valamit, amit a legutóbbi elvonulásunkon elmondtam a résztvevőknek. Lehet a célod a saját gyakorlásod. Dönthetsz úgy, hogy csatlakozol egy Coherence Healing csoporthoz, és időt és energiát fordítasz arra, hogy életet adj mások életéhez. Ez a küldetés megváltoztatná a világ egy részét. Lehet, hogy úgy döntesz, minden reggel leülsz magaddal, és elhatározod, hogy más emberként kelsz fel a meditációból, aki nyitott szemmel fog gyakorolni. Aki meg fogja változtatni a világot a szeretet, a jelenlét és a kedvesség által. Ez is egy példa a világ számára. És ez önzetlen cél. Lehet az a szándékod, hogy rajta kapod magad, amikor reagálsz -e valamire, és felteheted magadnak a kérdést, mit tenne a szeretet? Majd változtasd meg a választ, így jobban jelen lehetsz családod és szeretteid számára, és példát mutathatsz gyermekeidnek. Ők pedig megváltoztathatják mások életét a saját gyakorlatukon keresztül, ahogy követik azt a példát, amelyet te nekik mutattál. Minden alkalommal, amikor ilyen módon jelensz meg, Fejlesztett közösségünket, és megváltoztatod a világot. Fontos, hogy kérdezd meg magadtól, hol tartasz az utadon, és mi hozza a legtöbb értelmet az életedbe. És amikor végre felfedezed a hivatásodat, az nem csak az lesz, amire gondolsz. Zsigerivé válik számodra. Ez nem olyasmi lesz, amit csupán a gondolat vagy a nyelv segítségével azonosítasz. Visszhangozni fog az elmédben, testedben, szívedben és a lelkedben is. Más szavakkal fejben határozhatod meg, de ami még fontosabb, a szívedben fogod tudni. Ezt kívánom neked, tiszta szívemből.